az ég, kopog a kő, ahogy megered a jég. Állunk az utcán, te meg én, viharos idők küldtek felé. Áznak az autók, elől a por, jöhetett volna bármikor. De most ázunk együtt, te meg én, viharos idők küldtek felé. S ha végre vége a napnak, és a felhők megnyugodtak, arcunkra csillagok hullnak, szikrázza szerte borulnak. Vendégünk a stúdióban Bocskor Bíborka. Szia Bíborka, köszöntöm itt a fedélzeten. Ezt a dalt már a felvezetőben említettem, hogy Hajós Kristóffal közösen álmodtátok meg. Azért nagyon régre nyúlik vissza a ti barátságotok, de mégis hogyan kezdődött ez a nagyon erős barátság, és egyáltalán még milyen projektekben vettetek ez idáig részt közösen? Valamikor 13-14 évvel ezelőtt találkoztunk egy MTV Icon eseményen, és valahogy én is annyira egyedül éreztem magamat ebbe a nagy sokaságba, és ő is, hogy így egymásra találtunk, és elkezdtünk beszélgetni, és hát azóta tulajdonképpen neki volt a híres együttese, a The Unbending Trees, és velük is felléptem sokszor, és talán az MTV, vagy talán az MR2 akusztikon fellépett ő is a Magashegyi Underground-dal, de hát ez is már nagyon-nagyon rég volt, tényleg ez ilyen, meg is van avasodva ez a kép egy picit. És a viharos időknél mi volt a megkeresésnek a folyamata? Ki kit keresett meg, hiszen azért régóta szerettetek volna így is együtt dolgozni, hogyha jól tudom. Igen, Kristóffal nagyon sokat beszélgetünk irodalomról és zenéről és mindenről, és többnyire virtuálisan tartjuk a kapcsolatot, hogyha tehetjük, élőben is találkozunk. Igen, mert Amszterdamban él Kristóff. Így van, Amszterdamban él már elég hosszú ideje, és... És akkor mondta, hogy van egy dalötlete egy szöveggel, és hogy nézzük meg közösen, és meg is tetszett nagyon szövegszinten is, mert ilyen dolgok vannak benne, hogy hét réteg felhőt tűrt át a fény, meg arcunkra a csillagok hulltak, szikrázva a szertek gurultak, stb. És megtetszett nagyon a hangulata, meg a mondani valója, meg úgy éreztem, hogy én is ki tudom bontani a saját előadói mondani valómat, és hát így is történt. Úgyhogy nagyon hamar. Tudod, az a dolog, amit csinálsz, és így gördül, és jól gördül, tehát nem döcög, ez is így jött ez a dal. Viszont azért voltak még segítők is ennél a dalnál. Kiket tudnátok, vagy kiket tudnál kiemelni nekünk? Igen, nagyon jó volt együtt dolgozni a Németh Robival, vagy például Dodival produceri szinten. Gábor Andor is perkázott, a gitáros fiúnak sajnos nem jut eszembe. Ott van ilyen mese, még például ott volt. Ott egy szövegrészlet idéződött, igen, ez Kristóff tartotta vele a kapcsolatot. Úgyhogy nagyon szép kis alkotói kör alakult ki. Tudom, hogy erre mindig nagyon nehezen válaszolnak az énekesek vagy a dalszövegírók, hogy mit jelent az adott dal számukra, de azért mégis fejtsük meg, hogy számodra mit jelent ez a viharos idők. Az biztos, hogy jelenkorban viharos időket élünk, és itt most nem az időjárásra gondolok feltétlenül. Hát nézd, azért nem szeretünk beszélni erről, mert nem szeretnénk elvenni a terét a befogadónak, hogy ő tudja megálmodni, ő tudja fixálni, hogy ez neki mit ad lelkileg, intellektuálisan, vagy bármilyen szinten. Úgyhogy számomra ez a dal egy szemlélői álláspontot jelent, amikor szemléled a dolgokat, és ugyanakkor meg megéled egy másik ember tükrében. Ennél részletesebbet talán nem mondanék erről. És hát megvan a különös hangulata, ami nagyon-nagyon fontos, hogy eszenciálisan dús legyen, és érdekes legyen, és picit megfoghatatlan legyen. Nagyon sok más projektben is benne vagy, de talán a legnagyobb projekt az anyaság számodra. Körülbelül 2,5 éves ugye a kislányod. Miben változtál meg
amióta anya lettél, akár a színpadi jelenlétben, akár az, hogy máshogy énekelsz, vagy bármiben változtatott rajtad? Nem is változtatott, hanem szerintem így az arányok változtak egy kicsit. Én úgy érzem, hogy bátrabb lettem. A hangomon is érzem, hogy nyitottabb, nyíltabb és bátrabb. Ugyanakkor meg annyira közelről ismerem meg az élet törvényeit, hogy úgy érzem, hogy ez az, ami egy kicsi hát spontaneitást és ugyanakkor lazaságot, ugyanakkor meg félelmeket is bele tud rakni. De mindenképpen a bátorságot tudom. Meg azt, hogy az ember fel tud robbanni, hogyha meggyújtja a saját kanócát, akkor fel is tud robbanni. Nem fogja vissza magát. Szóval, hogy vannak érdekes vetületei. Ugye van ez, ott van a Magashegyivel, most jelent meg az irodalmi vinil lemezünk, bakelit lemezünk. Most vagyunk túl egy Margó koncerten, ami fantasztikus volt, mert Tóth Krisztina is a vendégünk volt. Úgyhogy vannak jelenbeli, múltbeli és jövőbeli tervek is bőven. Hát akkor bízom benne, hogy hamarosan ismét találkozunk itt a hajón, és egy jót fogunk beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm, Bíborka, hogy itt voltál ma este velünk.